Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrálta Tolnán a búcsú alkalmával megtartott szentmisét augusztus 14-én. A búcsúnak a lényege a katolikus egyházban, valójában a hétköznapi szóval azt mondanám, hogy ünnep. És az ünnep az mindig valahol egy mély, egy találkozás, az mindig szeretet, és a egyházi ünnep, abban mindig ott van az Isten szeretete. Minden emberi szeretetben ott van, csak nem mindig tudatosítjuk. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az emberi szeretet, a család szeretete, ilyen, régebben ilyenkor összejött a nagy család, együtt ünnepeltek, és együtt mentek az Istenhez, az Isten elé, a templomba, a szentmisérbe hálát adni. Miért? A létért. Hogy vagyunk, hogy egymásnak vagyunk, hogy szerethetjük egymást. És emlékszem a gyermekkori ilyen szép búcsukra. Ebben volt zarándoklat, és volt olyan, mint itt a tolnai búcsú. Itt vagyunk, együtt vagyunk, aki ide jön töltekezni, gazdagodni, a szeretettel fogadjuk. És nagyon-nagyon fontos a mai embernek is, hogy legyen ünnepe, amelyik kiemel a hétköznapokból, amelyik ad az életnek egy kis gazdagságát, szépségét, és ezzel tudunk tovább lépni. És az ünnep ajándékot rejt. Mindenkinek kivétel nélkül. Most ebben a néhány percben nem kell tenni semmit, nem kell kitalálni semmit, nem kell megoldani, csak egyszerűen itt lenni. Azzal a hittel, hogy Isten nekem itt és most ajándékot készített. Kinyitom a szívem, befogadom és magammal viszem. Hogy majd amikor elindulok innen, akkor hálaadás és köszönet legyen ezért az ünnepért, ezért a találkozásért egymással és Istennel. A szűzanyára figyelve a mennybe vett, de aki elindult a hittel, erről majd elmélkedünk, az életnek, az Isten akarta útnak a megvalósításában. Bűnbánatunk segítsen, hogy szabad, nyitott, jó szívvel fogadjuk Isten ajándékait. Az elmúlt időszak mindenki számára így vagy úgy, de nehéz volt. A koronavírus járvány nagyobb küzdelem elé állította az embereket a mindennapokban is. Minden próbatétel az életben, amelyik egy kicsit hosszabb ideig tart, megmutatja az embernek, az egyénnek a valóságát. Akkor jön ki a gonosz, és akkor jön ki a jó. És ez a Covid most megmutatta, hogy mennyi jó, mennyi gyönyörűség van az emberek szívében, amely úgy azt gondoltuk, ó, nem is olyan jók az emberek, meg mindenki, vagy ilyen, meg csodálatos szeretet utak születtek, egymásra figyelés, bevásárlás, látogatás, összefogtak a családok, aggódtak egymásért, és nem jó a Covid, nem nagyon nagy próbatétel, de tudom, hogy sok család megújult a szeretetben, megújult az egymásra figyelésben. Mert azt mondták, de hát mi vagyunk, egymásnak vagyunk, ebben kell nekünk élni. Én bízom benne, hogy több, jobb emberként, közösségként, családként megyünk tovább. Az egyház is ugyanezt megélte. Hiányzott a találkozás, hiányzott a közösségi együttlét. És most azt kell mondanom, hogy indítsunk egy újat, egy még jobbat, még szebbet, nem ahogy a múlt volt, hanem valahol egy magasabb lépcsőn, létszer egy kicsit följebb tenni, és azt mondani, hogy na most akkor innen kezdjünk egy szépet. A püspök atya hozzátette, mindegy, hogy milyen helyzetben vagy életszakaszban van az ember, fontos a megújulás, és fontos az újrakezdés. Arra ösztönzi a híveket, hogy merjenek megújulni. Köszönöm ezt a csodálatos ünnepet mindnyájuknak, akik itt voltak, részt vettek, szívüket, lelküket hozzáadták.